STSZ-e a csapatától. Balázs Önszi, téged szeretnénk kérdezni, hogy hogyan látod a mérkőzést. Gratulálok az oroszlánynak. Jól játszottak, tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés lesz, elég parás hangulatú nyilván, az is lett. Koncentráltabban kezdtek, azt hiszem voltak olyan szituációk, amiket nem sikerült jól lereagálnunk az egész mérkőzésen, illetve ez kicsit azért változott a harmadik negyedben, úgy gondolom, aztán gyorsan kaptunk egy pár büntetőt, amiből visszajött az oroszlán mérkőzésbe. Alapvetően gratulálok az oroszlánynak, jobbak voltak, nem tudok mit mondani. Köszönöm szépen. Árpád, te hogyan látod a mérkőzést, hogyan foglalnád össze? Sajnos 103 pontot kaptunk, ez nagyon sok. A harmadik negyedben volt egy jó periódusunk, amikor összeállt a védekezésünk. Utána azt nem tudtuk folytatni, ki kell elemezni a mérkőzésen a hibákat minden szempontból, és tovább kell küzdenünk, hogy bejussunk a playoffba. Ez fontos mérkőzés volt, ahogy a Vazsi is mondta, de összességében 40 percen keresztül szerintem küzdött a csapat. Mindent megtettünk azért, hogy nyerjünk. Ma valami nem sikerült sajnos, úgyhogy gratulálok az oroszlánynak. I thought it was a good game for us. We talked all week about defending home court, so it was an important win for us. Thank you very much, Sebastian. Congrats for victory. Yeah, it was more of an offensive game than defensive. Both teams played good offensively. They were making shots, we were making shots, but a very important win for us. Congratulations to my team for this important win. But we still got 4 games left. Nothing is decided yet. We know our goal and what we want to do, so we go game by game. Next Wednesday, very important game again, home Debrecen. So again, congratulations to our team, and we look forward to the next match. Thank you very much. Thank you. Thank you.